Üdvözlöm Önöket, Tóth Mihály vagyok, a dental.hu dentál hírek külön kiadásával, élőben a Facebookon, felvételről pedig a YouTube-on. A koronavírus járványnak, ha úgy tetszik, a sokadik napján tartunk, a május 3-ai tetőzés előtt még néhány nappal, és hát azt látjuk, hogy az elmúlt időszakban nem változott jelentősen a világ, 2284 pácienst tartanak nyilván, akik fertőzöttek, 391 gyógyultak meg. Ebben a pillanatban, amikor éppen nézzük a weboldalt, a koronavírus.gov.hu-t, akkor az elhunytak számát nem közlik, de azt igen, hogy 10.942 esetben rendeltek el hatósági házi karantént. Ami ennél is beszédesebb szám pedig az, hogy gyakorlatilag az összes fogászati rendelőt jószerivel fogták és hatósági karanténba zárták. Erről fogunk beszélgetni mai beszélgető partneremmel, az Alfa Bio ügyvezetőjével, Erdély Attilával. Erdély Attila, az Alfa Bio ügyvezetője a vendégem. Köszönöm szépen Attilának, hogy csatlakozik hozzám. Attila, az első kérdésem rögtön az lesz, hogy érzitek magatokat, és kérlek, hogy ne is mint cégvezető, hanem mint magánember mesélj nekem arra, hogy ti is most otthon vagytok, mindenki home office-ban ül? Igen, így van, mindannyian itthon vagyunk, a gyerekek délelőttönként tanulnak, a legkisebb gyermekem pedig a nappaliban bölcsödés, úgyhogy munkamegosztással tudjuk felügyelni a gyerekeket is. Jól érezzük magunkat, hál' Isten mindenki egészséges a rokonságban is, szülők, nagyszülők, egyebek, úgyhogy ez akár még jó nyaralásnak is felfogható lenne. A vállalkozások életében elég nagy drámát okoz most ez a leállás. Ugye azt tudjuk, azt nagyon sokan beszámoltak róla a különböző fogorvosi fórumokon, hogy gyakorlatilag a rendelők megálltak, sürgősségi ellátás noha van, de ez édes kevés arra, hogy a rendelők életbe tudjanak maradni. Ti hogy érzékelitek most ezt a leállást? Ez hozzátok is begyűrűzött? Hát természetesen igen. A helyzet az, hogy február vége felé már érezhető volt, amikor Olaszországban megjelent a vírus, hogy voltak rendelők, akik azt jelezték vissza, hogy nem kezelnek olasz betegeket. Már kevesebben érkeztek, és akkor amikor február 25-én az első ilyen olasz karantén elindult, akkor már én úgy prognosztizáltam, hogy ez ránk is hatással lesz. Úgyhogy végül aztán március 17-ével, amikor bezárták hatóságra a rendelőket, akkor ez meg valóságá is vált. Nálunk a forgalom természetesen visszaesett nullára, a nagy része a termékeinknek az még a fogászati implantátumhoz kapcsolódik, úgyhogy ezek a kezelések ezek jelenleg nem elérhetőek az orvosoknál. Az, hogy a rendelők megálltak, és gyakorlatilag a fogászati turizmus is megállt, azzal gyakorlatilag egy egészen hosszú időre egy ilyen spirálba került a szektor, ezt jósolják sokan. Mi a tippet, hogy körülbelül meddig fog tartani ez a folyamat? Most tegyük föl, hogy a víruson keresztül jutunk valahogy, a járványügyi intézkedések egyszer csak egy picit feloldódnak. Mi a jóslatot, hogy mikor fog a szektor ismét működőképes állapotba kerülni? Alapvetően a szektor az működőképes, tehát ugyanúgy, hogy mi is készen állunk arra, hogy újrainduljon, ugyanez érvényes nyilván a fogászati szolgáltatókra, fogorvosi rendelőkre, orvosokra, asszisztensekre és technikusokra is. Ha azt feltételezzük, hogy mondjuk júliusban el tudna indulni újra a munka, tehát mint az egészségügyi, mint pedig az utazási korlátozásokat megszüntetnék, és ez így lassan épülne vissza, 10-20-30 akárhány százalékot növekedne havonta, az idei év akkor is a tavaly évnek a 30%-a lenne, és talán jövő március, jövő áprilisra érnénk el azt a szintet, ahol voltunk februárban. Nyilván az Alfa Bio egy elég meghatározó szereplője a piacnak, bármit is tesz az Alfa Bio, az egy kicsit így előre mutat a többiek számára. Ti milyen változtatásokat vezettetek be? Rengeteg képzésetek volt korábban, gondolom, hogy ezeket vagy nem lehet megtartani, vagy másképp kell megtartani. Mit tettetek? Egyrészt az Alfa Bio elindított egy ilyen live webinár, egy élő online képzést, aminek két része van, az egyik az a felső képzés, tehát a saját kollégáinkat is képezzük ezekben az időben, illetve van az orvosoknak, felhasználóinknak is címzett képzés. Ugyanez vonatkozik a Hufridire és az EMS-re is, ugye az egyik svájci, az EMS, a Hufridi pedig amerikai cég, tehát nagyon professzionális előadásokat tudnak biztosítani. Ez a jelenlegi helyzet, ez nyilván rámutat arra, hogy hogyan lehet hatékonyságot növelni, akár a mi cégünkön belül is, hiszen most mindenki home office-val van, és nagyon jól működik. Nyilván egy csökkentett, mondjuk az, hogy március
közepétől azért meg egy-két héten keresztül voltak olyan megrendelések, amik a folyó munkákhoz kellettek, felépítmények, analógok, egyebek, protetikai dolgok, és azt láttuk, hogy ha a kollégák otthonról dolgoznak, ha már a mai rendszerekkel meg lehet azt csinálni, hogy nem az irodában csörög a telefon, hanem a kolléganőnek az otthoni asztali gépén. Ez rámutatott arra, hogy ilyen oldalon, vagy ilyen irányba mi is elinduljunk, és a jövőben valószínűleg egy hatékonyabb disztribúciót, raktározást és kiszállítást tudunk majd biztosítani az ügyfeleinknek. És milyen visszajelzéseitek vannak az ügyfeleitektől, hiszen azért ti nagyon sok céggel, nagyon sok klinikával, egyéni ügyféllel vagytok kapcsolatban. Ők mit jeleznek vissza, hogy milyen állapotban vannak, mikor várható, hogy ők ismét, ha úgy tetszik, újra hadrendbe állnak, és a régi forgalom valahol a helyére kerül? Hát amit az előbb elmondtam, ez a lassú visszaépülés és egy viszonylag hosszú ideig tartó visszaépülés, ezt arra alapozom többek között, hogy mi folyamatosan kapcsolatban vagyunk az ügyfeleinkkel. Mindegyik kollégám, szélszes kollégák és én magam is heti rendszerességgel keresem meg a meglévő ügyfeleinket. Tapasztalatokat cserélünk, érdeklődünk, hogy ki hogy van, mit csinál. Na bocsánat, itt akkor rögtön meg is kérdezem, hogy ki hogy van és mit csinál, mert ugye általában azokat halljuk, akik mondjuk akik hangadói ennek a szektornak, de azért a legtöbben nem szólalnak meg, hanem próbálják túlélni ezt a helyzetet. Ha nem, nyilván név nélkül lehet egy picit a függöny mögé látni, hogy vannak ma a fogorvosok? Én azt gondolom, hogy ők sokkal jobban vannak, mint a fogászati kereskedők, vagy magamat ebbe beleértve, hiszen ők kapcsolatban vannak a pácienseikkel közvetlenül. És minden visszajelzés, minden orvostól gyakorlatilag azok a visszajelzések érkeztek, hogy a páciensek várják ezeket az időpontokat, félig elkezdett kezeléseket be akarnak fejezni. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az orvosi visszajelzés az sokkal optimistább, mint az én, mondjuk azt, hogy üzleti szempontból megközelített véleményem. Tehát ők azt gondolom, hogy optimisten várják. Itt nyilván most, ha félretesszük a közegészségügyi kérdéseket, akkor azt várják ők is, hogy nyáron, szeptemberben legkésőbb el tud indulni a munka, és nagyjából ezt a hasonló felépülést várják ők is. Különféle fórumokon mindenféle ilyen protokollokat próbálnak bevezetni. Láttuk most már, a Valom doktorral volt egy korábbi beszélgetés, ő is írt egy egész hosszú anyagot, amit aztán azóta frissítettek is. Mit gondolsz, ezek a protokollok, amiket most kidolgoznak, ezek hosszú távon is célszerű átgondolni, hogy benne maradjanak a hétköznapi munkában, vagy ezek tényleg csak egy ilyen járványidőszakra érvényesek? Mert hogy itt az látszik, hogy tulajdonképpen ez a jelenlegi vírus, ez csak egy ilyen első figyelmeztető lövés, bármikor, bármi innentől kezdve várható. Tehát ahogy látod, ezek a protokollok, ezek hosszú távon meghatározzák majd az életünket? Én azt gondolom, hogy igen, ami nem baj. Ahogy Kálmán Attilának is volt, dr. Kálmán Attilának korábban egy interjúja valamelyik televízióban, ő is elmondta, hogy ma is kezelnek a fogászati rendelők, akár hepatitis C-vel, vagy HIV fertőzéssel, vagy fertőzésben szenvedő pácienseket, tehát alapvetően a rendelők, a sterilitás, az infekciókontrollra fel vannak készülve. Az, hogy ez a mindennapunk része lesz, abban biztos vagyok, de talán lehet, hogy a boltba is mostantól már csak gumikesztyűben és maszkban fogunk venni, vagy lehet, hogy a tömegközlekedésre is hosszabb ideig csak itt tudunk felszállni. Tehát azt gondolom, hogy a rendelők erre fel vannak készülve, mondjuk azt, hogy szakmailag. Az, hogy a gyakorlatban ez hogyan fog megvalósulni, vagy hogyan tudják megvalósítani, ez egy másik kérdés. Ebben mi is nyilván a partnereink segítségére vagyunk, hiszen ahogy említettem, például a Hufridi, az közvetlenül az amerikai járványügyi hatóságtól meghívott szakértőkkel tart különböző kurzusokat, illetve olyan termékpalettát alakítanak ki, ami segíti ennek a megvalósítását. Ebben az egyszer használatos köpenyektől gumikesztyű, fertőtlenítőszerek, stb. Megtalálhatóak. Tehát mi ezzel tudjuk segíteni. Azt egy picit, én nagyon örülök, hogy a Valom doktor úr ilyen odaadással és lelkesen teszi ezt a munkát, amit tesz. El kell, hogy mondjam, hogy ugye kapcsolatban vagyunk különböző az Alfa Bio világ 50 plusz országában van jelen, és éppen a chilei kolléga folyamatosan küldözgeti át nekem az ottani híreket. Ott például egy állami kamarai hivatalos infografikát küldött át, amit érthető a páciens számára is, hogy mi miért történik.
hogy hogyan kell ezeket a protokollokat végigvezetni, és hogyan kell betartani. Tehát azt gondolom, hogy egy ilyenre itt nálunk is szükség lenne, hogy egy hivatalos protokoll, ezt nyilván valamilyen munkacsoporton keresztül lehet aztán a legjobban kialakítani, de egy olyan protokoll kerüljön ki, amit mindenkinek be kell tartania, mindenkinek ugyanúgy kell betartania, nem az egyénekre van bízva, hogy most akkor hány ember kell egy négyzetméterre, mondjuk egy váróban hányan ülhetnek be, és hogyha ezeket a standardeket ki tudják alakítani, akkor azt gondolom, hogy ezekkel a feltételekkel tovább tud folyni a munka. Többször elhangzott abban, amit mondtál, hogy a partnereinkkel közösen, akkor ha jól értem, akkor tulajdonképpen a kilábalás ebből a jelenlegi helyzetből, most túl azon, hogy lement a járvány, ennek a gazdasági következményeiből egy jelentős összefogással tud megvalósulni. Tehát, hogy tulajdonképpen kereskedő, fogorvos, klinika, fogtechnikai szakemberek, laborok sokassága kell, hogy egységesen fellépjen és valamilyen módon együtt kilábaljon a fogászat ebből a válságból. Jól értem? Itt természetesen összefogásra van szükség, hogy a mondás is tartja, a bajban is merszik meg a barát. De azért vannak olyan ügyfeleink, akik mellé a kis könyvembe akár egy pici fekete pontot is tudtam tenni, de vannak olyanok is, akikhez meg egy nagy piros pontot. Az összefogás abban is fontos, hogy például akár a Facebookon megjelentek különböző hirdetések, különböző berendezésekről, amik teljesen újszerűek, hiszen korábban nem voltak ezeknek a lényege, az aeroszol elszívása a páciens fejétől, tehát gyakorlatilag a munkatértől, és a következő komment már az volt, hogy valamelyik orvos beírta, hogy na, én most Kínába megyek és letárgyalom, és akkor, ha összefogunk olcsóban, be tudjuk hozni. Tehát igazából azt gondolom, hogy a meglévő, jól működő kapcsolatokra alapozzanak az orvosok is, használják ki azt, hogy már évek óta együtt dolgoznak cégekkel. Nekem személyesen is van olyan ismerősöm, aki korábban ajándéktárgyak forgalmazásával foglalkozott, és most nála is arcmaszkot lehet kapni. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sokan elindulnak ebbe az irányba. Én továbbra is azt javaslom, hogy ne a éppen aktuálisan szerencse lovakként üzletet kereső cégekhez forduljunk, hanem továbbra is tartsuk meg azokat a régi viszonyokat, amelyek már kialakultak a múltban. Erdély Attilának köszönöm szépen, hogy velem tartott és megosztotta a gondolatait. Azt remélem, hogy nem sokára már nem ilyen osztott képernyőn fogunk beszélgetni egymással, hanem a fizikai valóságban is. Nagy reményeink vannak, hogy a Dentaworld-ön már találkozhatunk, de nyilván ezt majd megmutatja az idő, a járvány terjedése, lassulása, illetve a kormányzati döntések. Erdély Attilának köszönöm a beszélgetést. Budapest képeivel zárjuk a mai párbeszédet itt a Dentál Hírek, a dentál.hu külön kiadásában. Egy olyan filmmel, amiben megmutatják nekünk, hogy hogy is néz ki ma a város, így a járvány sújtotta övezetté nyilvánítva, de hogy hogyan fogunk kinézni majd, miután vége van a járványnak, ezt majd az idő megmondja. Addig is mindenkinek azt tanácsoljuk, amit mindenki, hogy fejlesszék magukat, képezzék magukat, keressenek lehetőséget arra, hogy ezt az időt valamilyen módon pozitívan tudják kihasználni, de ami a legfontosabb, vigyázzanak egymásra és önmagukra. Köszönjük a figyelmet, ez volt a dentál.hu, a Dentál Hírek külön kiadása. We'll be right back.